Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit kellene tennie? Ezt a kérdést megválaszolom most ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. Ezen a képen látható a főpap. Az utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre, ami őt most foglalkoztat. De ez a szent személy esküszik valamire, és az azt jelenti, ő fog közölni valamit veled, ő esküszik arra, hogy ez az igazság, és te hihetsz a szavaiban. Ez a kép erősíti a hitet. Nem csak nálad, hanem nála is. Hisz a dolgaiban, a terveiben, hogy ez most megvalósítható. A következő kép utal az ő érzelmeire. A képen a hetes szám látható, és az összefüggésben áll a hold energiájával. És a hold utal az álmokra, a vágyakra és a reményekre. Ez megvan nála. A képen láthatóak az érmék is, és az utal a föld elemére, tehát reális dolgokra. Itt egy kapcsolat van az álmai és a reális dolgok között. Ő hisz abban, és úgy érzi, hogy ez megvalósul. Amit még a kártya mutat, az a kép. Itt egy hölgy látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és mutatja az ő tartását. Ő odafigyel erre a karácsonyfára, így szoktam példaként mondani. Ez egy feldíszített fa, és utal másokra, hogy mások, hogy ragyognak itt, és ő ezt úgy csodálja, amit nem vesz észre, pedig látnia kellene az egyetlen érem ott a lába előtt. Mert ez az övé, fel kellene vennie, a kezébe venni a dolgokat. Ügyelni az anyagiakra, de a belső értékekre is. Ő tehetséges, értékes, és ennek kellene tudatában lennie. És ha így van, akkor jobban érzi magát, mert akkor megvan a biztonság érzete. A következő kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled. Én is szeretnék valamit közölni, mert ez egy általános jóslás, viszont kérhettek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint, az információt megtaláljátok ott lent az infoboxban. És visszatérve erre a harmadik kérdésre, mit közöl veled, azt most megtekintjük a következő kártyánál. A képen látható az, hogy kezébe veszi ezt a botot, ami utal a tűz elemére, az ő bátorságára, a lelkesedésére. A képen látható, hogy ő egy új irányba tekint. Bal oldalon mellette van a második bot, és az rád utal. Szeretné, ha te ott lennél mellette. Ami a háttérben van, a harmadik bot, az utal egy harmadik személyre, de ő elhagyja ezt a szemét, tekint veled együtt egy új irányba. Előttetek van két hajó, az utal az utazásokra, külföldi kapcsolatokra, de ez lehet egy belső út is, egy lelki út, vagy a remények,
mert ezt jelképezik a hajók. Itt van két lehetőség. Szeretné azt, ha te követnéd őt. És most megtekintjük a meglepetés kártyát, és az utal a megoldásra. A képen látható egy ostor. Valaki ostorozza őt, ez utal vitákra, veszekedésekre, és ez fáj neki. De ott van a söprő is, és ezt neki most ki kell söpörnie, tisztázni a dolgokat, amit megtesz, mert a harmadik képen látható, hogy ő hátat fordít, mert nincs kedve ehhez a vitához vagy veszekedéshez. És ki ez a harmadik személy itt a háttérben? Az lehet az ex kapcsolata, vagy valaki a családból, vagy a baráti körből, vagy vannak vitái a munkahelyen. Mindenki másképp éli ezt át. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!